És amíg még én beszélek, addig kiosztok néhány matricát, mivel van egy csomó matricánk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon szeretjük őket. És addig olvasgathatjátok a matricákat, ameddig én beszélek, és utána majd az előadókat is ott jobban figyelni. Az a csodálatos dolog, hogy mi szakmai eszmesére készültünk, ami körülbelül a viszonyban annyit tett, hogy nem akartok hallani a választói interpretációt, hanem szeretnétek inkább hallani arról, hogy milyen egy olyan szépen dolgozik, ami ilyen. Megkérdezem, hogy tegyek fel a kezét mindenki, aki effektíve dolgozik egy cégben. Aha. És köszönöm. És megkérdeztetem, hogy ki az, aki az LT-re jár? Oké, királyság. A Lacka is az LT-re jár. Rólunk annyit kell tudni, hogy egy 5 éves szoftverfejlesztő cég vagyunk. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat volt időnk fejlődni. És egy tanuló szervezet vagyunk. Ami annyit tesz, hogy belső képzésünk is van, van gyakornoki programunk is, és általában szeretjük figyelni a technológiai híreket, és up-to-date-en tartani magunkat kb. Mindenben, ami nekünk fekszik. Erről majd fognak a srácok többet beszélni. De ide is azért jöttünk, hogy hát, ha vissza tudunk adni valamit a communitynek, mert az a meggyőződésünk, hogyha minden cég foglalkozna azzal, hogy az embereknek segítsen fejlődni, akkor valószínűleg minden politikai kilengés nélkül sokkal jobb ország lehetnénk. És ezért vagyunk ma itt, szeretném bemutatni a két előadónkat. Lacka az egyik társalapítója a Coding Sans-nak. Sziasztok! És ő már 10 éve programozással foglalkozik, és ő a frontend guru, aki nálunk van, de általában mindenki full stack fejlesztőként funkcionál. A második előadónk pedig Hegel Ákos, aki 5 éve foglalkozik programozással, és ő inkább a backend vonalat szereti sokkal jobban. Ma olyan estimesékkel készültünk nektek, amik körbejárják a kérdéskört, hogy miért érdemes valamilyen programnyelvet használni a frontendre, a backendre, és azt szeretnénk átadni, hogy kb. Mi alapján szoktunk gondolkozni, hogyan közelítjük meg a saját munkánkat. Át is adom a szót. Sziasztok, én Ákos vagyok, és mint ahogy hallhattátok, backend oldalon dolgozom, de néha becsúszik egy kis frontend is, és igazából amiről én beszélni szeretnék, hogy hogy építjük mi fel a backend appokat, milyen stacket használunk hozzá. Igazából tök jó felvezetés volt az előző előadás, mert mi ezeknek a platformoknak a dépte használói vagyunk. Használjuk a Function as a Service, Kubernetes, Docker, konténereket, egy csomó mindent. Kicsit először így beszélünk a stackünkről. Mi Node TypeScript-et használunk, REST API-kat, socketeket, stb. Megoldásokkal dolgozunk. Igazából úgy képzeljétek el, hogy ha van mondjuk egy frontend appunk, vagy bármilyen mobil applikációnk, akkor mi ennek a szerver oldali megvalósítását csináljuk. Tehát, hogyha mondjuk van egy Facebook alkalmazásunk, ahol megjelennek a posztok, akkor tőlünk tudjuk lekérni a posztokat. Hogyha valaki kommentálna egyet, akkor az ugye felmegy egy szerver appra, ahol elmenti ez az adatbázisba, tehát mi így a backend oldalon dolgozunk. Ehhez adatbázis szinten használunk relációs és nem relációs adatbázisokat is. Itt gondoljatok SQL-re, Mongo-ra, bármilyen document store-ra. Használjuk ugye a Docker, illetve a serverless technikákat is, ugye attól függ, hogy mit kíván meg a projekt. Kicsit igazából beszéljünk arról, hogy hogy építjük fel mi így az appokat. Így célunk az, hogy egy projektünk lehet viszonylag hosszú is, mondjuk akár egy fél év, éves kimenetet is. És bárkinek kellett már mondjuk visszanyúlnia egy évvel ezelőtti kódjához. Nem tudom itt, hogy ebben vannak tapasztalatok. Hogyan írjunk mondjuk ilyen fenntartható kódot? Itt csinálunk egy kicsit interaktívabbra, tehát kinek mik a tapasztalatok? Tehát ki hogyan dolgozik, hogyan csináltok fenntartható kódot? Közös tárgyalat. Dokumentáció, igen. Error source control. Igen. Oké.
bármilyen utilok, amiket használtok, például dokumentáció generálására, style-guide-okra. Ha itt vagyunk például Node-ban, TypeScript-ben, akkor beszélhetünk egy-két modulról is akár, személyes tapasztalatok. Meg egy kérdés, hogy ki az, aki használt már TypeScript-et? Nem túl sok. Ki az, aki használt már Node-ot? Tehát, hogy nem tudjuk TypeScript. Ki az, aki fog használni Node-ot? Okay. Jó, tehát egyébként rengeteg util van Node TypeScript környezetben, amit mi szeretünk használni. Itt beszélhetünk mondjuk lintingről, ami autoformázza a kódunkat, illetve különböző style guide-okat lehet benne lefektetni. Itt beszélhetünk egy ps-configról, ami alapvetően be fog nekünk konfigurálni a TypeScript-ünket. Beszélhetünk editor-configról, ami mondjuk egész ID-nket fogja bekonfigurálni, mi legyen a space-eket használjunk, tabokat, mi legyen a maximum szélességes csornak, stb. Ezek a utilok. Ezek elég fontosak, hogy egy projekt kezdésekor így készen álljanak, és gyakorlatilag végigkísérik az egész projektet. Ha valaki becsatlakozik, ezeket a utilokat, meg a hozzátartozó extensioneket fogja telepíteni, és onnantól kezdve tud rendesen részt venni a fejlesztésben. De menjünk egy kicsit tovább. Mi szeretjük a programjainkat felépíteni az állapotmentes világban, ugye amiről eddig ide szó volt, tehát functional programmingra, use case-ekre szoktuk bontani a backend kódokat. Ami azt jelenti, hogy ugye mi lehet egy use case? Tekítsünk egy nagyon-nagyon egyszerű alkalmazást, például egy CRUD alkalmazást, amiben posztok vannak. Egy use case lehet, hogy én fel akarok tölteni egy posztot, el akarok olvasni egy posztot, törölni szeretnék egy posztot, stb. Ilyenek alapján építjük fel az alkalmazásainkat, és a use case-ekhez különböző szervizeket tudunk rendelni. Ha például adatbázishoz kell nyúlni, akkor ez egy adatbázis szerviz lehet. Hogyha e-mailt kell küldeni, akkor ez egy e-mail küldi szerviz lehet. Próbáljuk úgy felépíteni az alkalmazásainkat, hogy minden szervizünk csak egy-egy atomi feladatot tudjon ellátni, tehát egyik szervizünk se dependáljon egymástól. Egyik use case-ünk se dependáljon egymástól. Ami még itt kiemelhető részben, hogy use case-eket tudunk egymásba folyatni, tehát egyik use case-t tud követni egy másik use case, illetve tudunk megkülönböztetni például levélet use case-eket, ami alatt azt értem, hogy autentikáció kell hozzájuk. Például felesleges mondjuk egy login endpointot egy restapiban levélelünk autentikációval, ugye azt szeretnénk, hogy bárki fel tudjon jelentkezni az alkalmazásunkba. Ezek után rétegeket még kb. Ott hozzuk meg, hogy van egy adatbázis rétegünk, ezt DAL-nak hívjuk, Data Access Layer-nek, van egy ilyen Services Layer-ünk, illetve egy Routing Layer-ünk. És miért fontos, hogy ezt mondjuk igazából így kezeljük? Azért, mert ha van egy fél éves projektünk, amiben elkezdtünk használni Mongo-t az Azure-on, mondjuk egy Cosmos DB-t, és azt mondja nekünk az ügyfelünk, hogy ez így drága lesz, srácok, cseréljük le inkább egy saját hostolt SQL-re, akkor meg fogja kérdezni, hogy le tudjuk-e cserélni az alkalmazásunkban a Mongo-t SQL-re. És arra mit fogunk mondani? Hogy hát le tudjuk. Nyilván, mert hogy meg lehet csinálni, csak melyikkor a szenvedés lesz. Hogyha szépen elrétegeltük az alkalmazásunkat, akkor nem elnek szenvedés. Kidobjuk a Mongo-t, visszarakjuk az SQL-t, és már fut is az alkalmazásunk rendesen. De ehhez egy rendes rétegelt felépítés kell, ami megéri a fáradtságot, hogy előre megtervezzük az appunkat. Beszéljünk még egy kicsit a microservice-ekről. Mi alapvetően a backendet microservice-ekben szoktuk felépíteni. Ennek különböző előnyei vannak, például ha megálmodtuk életünk legjobb alkalmazását is kitettük, és másoknak is nagyon tetszik, gondoljunk bele, hogy felmegy rá a nagy közönség, és egy perc alatt leáll az alkalmazásunk, mert akkor a terhelés nem bírt el. Ezt egy microservices környezetben építettük fel, korábban bízhatjuk nyugodtan egy orkesztrátorra, mint ahogy ezt az előző előadásban is hallottuk, aki tudja kezelni, tud egy load balancert rakni elé, és esetleg el tudja osztani a különböző terhelést az adott microservices-ek között. Illetve, hogyha szeretnénk többféle, egy alkalmazáson belül többféle dolgot megvalósítani, például más microservice gondoskodik képkezelésről, más microservice gondoskodik arról, hogy a posztokat kezeljük, más microservice gondolkozik arról, hogy az adatbázishoz kapcsolódjunk, akkor ezt is egy ilyen elosztott környezetbe tudjuk felépíteni. Itt rengeteg kihívás van, a legnagyobb kihívás számomra például az orkesztrátor, hogy ezt rendesen tudjuk menedzselni, de erre már van többféle megoldás is a piacon.
És akkor így nagyjából ennyi bevezető Kubernetes volt, vagy ennyi bevezető a backend oldalról. És kérdés valakinek? Még ezt a részt ki tudom egészíteni egy-két ilyen real life példával, amivel találkoztunk eddig. Például, hogy miért használunk Dockert így cégen belül fejlesztő környezetben tartására. Az a legjobb a Dockerben, hogy minden egyes operációs rendszernek megvannak a saját bindingjai, és ő elfedi előlünk, hogy éppen milyen operációs rendszer használ egy adott műveletet. Ez azért jó, mert ha például valaki összerakott egy alkalmazást, tegyük azt OSX-ben, és jön egy másik kollega, aki rákerül a projektre, akinek Windows-os gépe van, nem kell neki minden egyes package-hez megtalálni a Windows-os alternatívát, hogy éppen pusson, hanem van egy Docker környezetünk, ahova egy kész Docker konténert fel tud telepíteni, és ugyanúgy tudja folytatni a munkát, mint bármilyen másik gépen. És kb. Egy 5 perces művelet lesz egy új projektnek a felszetokolása, amint dolgozni fog az ember. Itt esetleg még egy dolgot érdemes hozzátenni. Gondolj bele mondjuk egy olyan projektbe, ahol használunk többféle technológiát. Például nekünk van most egy projektünk, használunk benne MongoDB-t, Postgre-t és Elasticsearch-et is. Nem szeretnénk mindegyiket feltelepíteni a számítógépünkre. Egész egyszerűen leszedjük Dockerben a hozzájuk megfelelő konténert, és futtatjuk a számítógépünkön. Egy másik példa lehet, hogyha elkészítettünk egy backend alkalmazást, amit később egy frontendnél használnánk, csak becsomagoljuk a backend alkalmazásunkat egy konténerbe, amit utána bárki tud futtatni platform függetlenül. Microservice-ekről lenne egy olyan kérdés, hogy szerintetek mi lehet a microservice architektúrának a hátránya terhelés szempontjából? Például érdemes-e microservice-t használni, hogyha kevés látogató van az alkalmazásból, érdemes-e, hogy több látogató van, mik a előnyök, hátrányok? Igen? A köztes kommunikációra ad egy plusz, ami hasít? Nem feltétlen ez a fő gond vele, hanem inkább a költségekben mutatkozik meg a különbség, hogyha például microservice architektúrát összehasonlítunk egy function as a service architektúrával, akkor legyen egy olyan példa, hogy írunk egy olyan alkalmazást, ami A4 microservice-ből, ezt hogy fogjuk tudni kitelepíteni, például fogunk egy AWS accountot, fellövünk 4 darab számítógépet, minden 4 számítógépre kirakunk egy microservice-t. Ők egy közös hálózatban vannak, tudnak egymással kommunikálni, ellenben csak egyetlen egy developer pingeli naponta mind a 4 szervert, és ugyanúgy ki kell fizetni hozzá az adott gépnek az óradíját, amit számláz az AWS. Ellenben, hogyha az egészre úgy tekintünk, mint több functionből álló alkalmazás, és egymást hívogatják meg a végfelhasználó, és valamelyik functiont hívja, akkor mindaddig nem történik számlázás, ameddig egy függvény meg nem lett hívva ebbe az architektúrába. És hogyha tényleg havonta egy call történik egy adott microservice felé, akkor fölösleges azt a $20 kifizetni az a gépé, amikor 2 percig fut, ami mondjuk 10 cent. Tehát ilyen dolgokba is lehet mérlegelni egy adott infrastruktúrán belül, hogy érdemes a gépet fenntartani neki, vagy nem. Itt még azt lehet hozzátenni, hogy egy function as a service esetében sokkal kevesebb dologról kell gondoskodnunk. Nem kell gondoskodnunk arról, hogy ez valóban kikerüljön valahova, hogy teljesen körbe preppeljük egy alkalmazással, megvalósítsunk egy szervert. Így gyakorlatilag mi csak egy handlert csinálunk, ami nagyon praktikus, mert gyakorlatilag tudunk arra fókuszálni, ami tényleg a problémák. Sokkal hamarabb tudjuk üzembe helyezni a konkrét kódot és a funkcionalitást, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy kis promó volt a Function as a Service mellett. Igen. És akkor beszélnék nektek egy kicsit a frontendről is, amilyen stacket használunk. Mi alapvetően Angular fejlesztő cég vagyunk.
már a kezdetek óta még Angular ES-sel kezdtük, de aztán hál' Istennek jött már a 2.0, és onnantól a fő profilunk az az Angular fejlesztés. És az a legnagyobb előnye az Angularnak, hogy az alapvetően szapporták nyelv az TypeScript. És mivel TypeScriptbe írjuk a backendjeinket is, ezért tudunk létrehozni egy olyan külön package-et, ahol az összes típust, utilt számolásokat tudunk tárolni, és ezt mind a backend kódunk, mind a frontend kódunk meg tudja hívni. Nem kell mindent kétszer leimplementálni két nyelvben például. Ez egy nagyon nagy segítség nekünk, így full stack fejlesztőként. Miről lehetne még beszélni? Dependency injection-t használta már valaki? És milyen nyelvekben használhatok dependency injection? CTP, Java. Hát nagyjából egy ilyen Java-féle dependency injection tartozik az Angularhoz is beépítve, és ez akkora nagy könnyebbséget tud nekünk adni, hogy nem kell minden egyes megírt service nekünk megcreate-elni minden egyes függvény híváskor, hanem van egy globális instance-ünk, és akkor igazából az egész alkalmazás ez az egy már az alkalmazás indulásakor elkészített service-t használja. Ez memóriában meg odafigyelésben nagyon nagy segítség nekünk. Illetve még a nagyon nagy előnye, hogy TypeScript-ben fejlesztünk mind frontend, mind backendet, hogy ugyanazt a style guide-ot tudjuk használni mind a két projektünknél. És nincsenek meg azok a nyelvi különbségek, hogyha például egy backend fejlesztőt le kell ültetni, hogy deríts már ki, hogy a frontenden ez vagy ez nem megy, nem tudja azt mondani, hogy ó, de hát én nem értek ehhez a nyelvhez, hanem ugyanazt csinálják, mint backenden körülbelül. Igen? Egy kicsit tudom, hogy a TypeScript nyelvről, hogy milyen folyton nyelv, ugye többször nem ismerik. A TypeScript alapvetően a JavaScriptnek egy szuperszettje, amit a Microsoft kezdett már jó sok évvel ezelőtt elkészíteni. Ez azt akarja, hogy azon felül, hogy az összes JavaScript kompatibilis hívás megtalálható benne, vannak olyan kiegészítő függvények, eljárások, amiket a TypeScript tartalmaz, és a plain JavaScript az mondjuk még 4 évig nem fog tartalmazni. Ez azért van, mert a JavaScriptnek van egy ECMAScript Standard nevű kezdeménye, ahol egy Open Foundation eldönti, hogy milyen feature-ök kerülnek be hány éven belül az adott JavaScript verzióba, és ezeket a specifikációkat követve a Microsoftosok már idő előtt leimplementálják ezeket a feature-öket oly módon, hogy ezeket visszatranspilolva régi JavaScriptre böngészőben is futtatható kódot kapunk, nem csak backenden. És ez például még régebben nagyon nagy segítséget jelentett, ameddig a Node-ban nem jelent meg például az async await-es promise megvárós adatszerkezetek. Ugye a promise-okról nem tudom, hogyan hallottatok eddig? Hallottatok megvára? A promise-ok azok aszinkron futású függvényeknek a végbe menetelét jelzi nekünk, sikeres vagy sikertelen jelzésekkel, és ezekre fel tudunk iratkozni. És amikor ez az async hívás lefutott, akkor visszajelez nekünk egy callbackbe az adott függvény, hogy mi lett az eredmény a futásnak. Az async await az annyiban segít, hogy ahelyett, hogy callbackeket használnánk, a promise-nak az eredményét ki tudjuk tenni egy változóba, és onnantól iteratívan tudjuk használni a programnak a többi részében is.
Ez például azt hiszem 2 évvel hamarabb jelent meg a TypeScript-be, mint a hivatalos JavaScript standardben. Nem tudom, elég kimerítő voltam-e. Még esetleg azt érdemes tudni, hogy a Node.js az a Google által fejlesztett V8-as runtime-on fut alapvetően. Volt egy kezdeményezés, hogy megcsinálják a verziót, hogy le lehessen cserélni a runtime-ot alatta egy másik böngészőnek a motorjára, de aztán ebből szerintem nem lett semmi, ha jól tudom. Úgyhogy ha Node-ban programozunk, az kb. Olyan, mintha egy Google Chrome-mal futtatnánk backend kódot. Így under the hood, ezt így kell elképzelni. És a memória management az kb. Ugyanaz, mint egy Google Chrome esetén. Tehát sose elég. Másik az, hogy akár, hogyha sürgős probléma van, vagy csak erőforrás hiány, emberi főleg, akkor oda lehet ültetni egy backendest a frontend-el élő, vagy fordítva. És a ti tapasztalatotokban melyik az erősebb? Tehát, hogy melyik az, ami nagyobb plusz? Hogy tényleg igazából, hogyha az egész team frontend, backend, mindegy, ugyanabban a nyelvben dolgozik, közre tud működni, és jobban tudja látni egymás munkáját, vagy az, hogy jobban fel tudják használni, amit a másik csinál? Mind a kettő nagy előny, igazából. De melyik az, ami gyakrabban előfordul, akkor kérdezzenek? Hát nálunk, ami gyakran előfordul, az mivel több projektünk fut párhuzamosan, és az egyik projektnél egyre szorosabb lesz a deadline, ezért programozókat le tudunk venni egyik projektről, áttenni másikra, és igazából ugyanabban a világban találják magukat, mert mind a backendjeinket hasonló struktúrával építjük fel, mint a frontendjeinket, ezért így nagyon nagy kérdője nem lesz a fejekbe, amikor ránéznek egy másik projektnek a kódbázisára. Igazából itt nagyon sokat köszönhetünk az Angular-nak, mert az ad nekünk egy olyan struktúrát, hogy frontenden is tudunk olyan kódot írni, ami fenntartató és nem minimális kérdésem lenne, a végén akartam látni most már ezután, hogy az Angular-nak köszönhetem neked. Hogy a backend az amúgy Node alapú, meg ugyanúgy TypeScript-ben van, de használtak valami külső library-t, vagy az teljesen saját? Itt az architektúra, illetve a felépítés a saját, de különböző package-ekkel. Tehát például egy routert nem írunk meg magunknak, használunk egy meglévő Coant Express-t, Vestify-t. Itt gyakorlatilag egész gyakran összehasonlítgatjuk őket, illetve elég gyakran beszéljük meg, hogy éppen melyik lenne a legjobb így használatra. Arra nem nagyon van példa, hogy egy projektben lecserélünk egy meglévőt, de én láttam már ilyet is, hogy Express-t lecseréltünk Coa-ra. Egész egyszerűen csak azért, mert a Coa támogatta az async övéket, az Express pedig nem, és túl nagy plusz lett volna úgy megcsinálni az alkalmazást. Igazából a kérdés főleg arra, mert nem tudom, hallottatok-e már, nekem is új felfedezés volt a Nest.js nevű nagyon csodálatos kis package, ami nagyon kényelmes volt, meg nagyon összezavaró, mert ugye ott úgy van felépítve a teljes kód rendszer, hogy ugyanaz a felépítés használ, mint az Angular, de hopp ugyanaz. Tehát hogy tényleg volt, amikor azért követtem a hibát, mert elfelejtettem, hogy most nem a backendet írom, hanem a frontendet, vagy fordítva. Tehát hogy arra voltam kíváncsi, hogy itt ez is megjelenik, vagy hasonló, vagy itt... Ilyen típusú framework-öket egyáltalán nem használ. Egyik kollégánk használt már az egyik rövid lefolyású projektünk alatt, amikor azt hiszem egy félkész szoftvert kellett kikalapálni, hogy valamennyire működő legyen, azt így valahogy megkaptuk, és az pont Nest.js-be volt, és utána el kellett menni egy hét Szabira, mert annyira elege lett az egészből, hogy ezt hihetetlen. Úgyhogy így ennyi benyomásom van a Nest.js-ről. Kicsit még kezdődött. Van-e bárkinak valamilyen kérdése ebben a pillanatban? Akár igen? Az, hogy a backend-fejlesztésre egy ilyen magas nyelvet megéri használni, nem lenne egyszerűbb egy azsatikus nyelvvel jobban optimizálni a programjaidokat? Esetleg? Bocsánat, egy milyen nyelvvel? Egy azsatikus nyelvvel, tudom, hogy C-vel, a Vue-nekhoz működni. Hát igazából, ami nagyon számításigényes rész a alkalmazásokban,
azt általában megpróbáljuk kiszervezni egy külön microservice-be, vagy egy külön Lambda function-be, és hogyha nagyon kell a performance, akkor vagy Python-ba, vagy Go-ba írjuk mi is azt az egy részt. De amúgy alapvetően kevés olyan dolog van. Van image processing, ezt nyilván nem TypeScript-be, meg JavaScript-be írjuk, de igen, vannak ilyen példák is, hogy valamennyire van átjárás, hogy mi is belenyúlunk Python-ba, meg Go-ba. Csak még egy válasz erre. Igazából a backendjeink nagy része ilyen blokk struktúrás, a business logic a heavy dolog itt nálunk, tehát nem számítási problémák vannak, hanem inkább ilyen logikai kupodok, hogy nagyon komplex lesz egy idő után a logika. Amire tökéletes nekünk a TypeScript, ahogyan felépítjük az appot. Csak ezt akartam kérdezni, hogy úgy általában a projektek, amiket mondtátok, ugye, hogy a skálázás, mint probléma így ugyan éles, hogy mégis mekkora ilyen, tehát hogy így általában mekkora ilyen service mesh-sel dolgoztok. Például gondolkodtatok el azon, hogy például bevezettek ilyen reaktív backendet, CQRS pattern-t, ilyesmit? Ilyenre nagyon volt még igény. Igazából nem tudom. A legnagyobb alkalmazásunk eddig talán, mint te dolgozol, az nem tudom hány microservice-ről áll. Az igazából kicsit komplex, mert ott rengeteg applikáció van, amit párhuzamosan kell fejleszteni, és mindegyik csatlakozik egy nagy microservices platformhoz, ami áll gyakorlatilag 7-8 microservice-ből, amit egy Docker Swarm kezel. És mi ehhez kapcsolódunk, igazából ennek van egy fő logikai service, amihez mi kapcsolódunk egy REST-apin keresztül, de mi nem DevOps oldalról közelítjük meg, mi gyakorlatilag igazából implementálunk, és meg így architektúrát kitalálunk. De így a DevOps az nem a mi feladatunk szokott lenni. Ez inkább architekturális patterned a CQRS, hogy jól elkülönítsd a mellékhatásokat eszközölő microservice-eket, és amíg például query-znek, majd a sokkal egyszer is kell vezetni, és többször olvasnak a felhasználatokat. Ennek majd utána olvasunk, annyira nem vagyunk még ezzel így képben. Ami még nálunk nagyon jellemző, az például startupoknak szoktunk prototipizálni. Ez nagyrészt abból áll, hogy minimális backend kell hozzá, és nagyon szép UI, hogy minél eladhatóbb legyen. És ezt általában úgy szoktuk elérni, hogy a backendet azt így nem csináljuk mi, hanem fogunk egy cloud provider, például egy Google alapú Firebase-t, ami ad nekünk alapból adatbázis, storage-ot, cloud function-okat, és azt a néhány backend hívást azt megcsináljuk ott, amúgy pedig 3-4 frontendes ráeresztünk egy ilyen UI heavy prototípusnak a menedzselésére. Itt a szűk keresztmetszet ugye az, hogy minél hamarabb is szeretnének kerülni a piacra, és adott esetben nincs idő mondjuk egy backendet egy komoly business logikával lefejleszteni, ezért használunk valami átmeneti megoldást, amíg elkészül mondjuk egy komolyabb backend hozzá. És általában ezeket teljesen újra kell írni, mikor már megvan a végleges specifikáció, meg hogy mit szeretnének csinálni, utána gondolkozunk csak abban, hogy valami frontendet, hogy érdemes mögé tenni. Firebase mennyien használtatok esetleg eddig? És hogy tetszett nektek? Látszik, hogy fejlesztették elég sokat, és elég sok döntést hoztak meg közben. Uh-huh. Kicsit a pikapátorról. Előfordul. Nekem személy szerint a cloud functionnek a cold startja, ami úgy nagyon nagy fejfájást okoz. Tehát, hogy sok esetben akár másodperceket kell várni arra, hogy egy cloud function elinduljon. Uh-huh. De ami utána elindult, utána már jó. Én azt vettem észre, hogy nagyon sok olyan limitációja van magának a Firebase-nek, ami csak egy idő után, ahogy a maga a projekt fejlődik, azután szerintem egyre észrevehetőbb az, hogy minél gyorsabban át kell állni egy rendes providerre, egy service-re, mert kezd kinőni a Firebase-es kereteket. Hát, igen. Ilyet már látunk már mi is ilyeneket, hogy sokáig tart, még életre kell egy adott endpoint. Az ilyeneket általában kiszervezzük egy microservice-be, és az fut folyamatosan egy
kicsi gépen. Szerintem ettől függetlenül a Firebase nagyon jó arra, hogy egy minimális erőbefektetéssel tudjuk akár egy proof of concept-et létrehozni. Alapvetően nagyon gyors lenne létrehozni dolgokat. Meg ugye a Firebase-nek az alap motója, hogy backend ez a service, azt hiszem. Igen. Igen. Hogy addig kell backend-et, meg kell backend-et. Nekem lenne egy kérdésem, az, hogy ti hogy látjátok a jövőt azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia, kvantum számítógépek és ezen kívül a VR mennyire fogja befolyásolni a webfejlesztésnek a jövőjét, én egy ilyen kérdést tennék. Hát a mesterség... Vagy mennyire vagytok így ebben a képben, vagy úgy. Mesterséges intelligenciával így nagyjából up to date tartunk. Kérdés mondani, mi volt a kérdés, ott nem mondom. Hogy a mesterséges intelligencia, a VR és a kvantum számítógép hogyan fogja befolyásolni a web fejlesztést és a jövőt. Hát a web fejlesztés valószínűleg a kvantum számítógépek annyira nem, mert azt hiszem úgy mondják, hogy teljesen determinisztikusak, hogy valami ilyesmi mondás van a kvantum számítógépeknél, azok úgy más dolgokra lesznek jók, mint a hagyományos számítógépek, úgymond hagyományosak. Webben nem hiszem, hogy ki tudja váltani egyhamar egy kvantum számítógép azt, amit tud egy hagyományos. Szerintem inkább a security lehet concern, hogy ugye a titkosításokat, például egy web alkalmazásnál banki szolgáltatásokat nyújtotok, ezért ugye a kvantum számítógép ezeket a ma használatos titkosításokat ebben a entrópiában, amiben használjuk, sokkal hamarabb törheti. Tehát, hogy erre kell reagálni, de nem feltétlenül a web részére. A mesterséges intelligencia viszont úgy látjuk, hogy eléggé elkezdett terjeszkedni egyre. Több megkeresésünk van nekünk is, hogy valamilyen fajta mesterséges intelligenciát beszeretnének építeni a termékükbe. Ennek a 80%-a ilyen nagyon föltől elrugaszkodott dolog. Az elmúlt 5 évben ez állandó téma, tehát így a IT. Nagyon gyakori kérdés, hogy csináljuk meg a legjobb keresőt a világon mesterséges intelligenciával. Ez mindenhol mindenbe tudjon keresni. És akkor még a VR, ugyebár a harmadik tétel. Hát VR-ral annyira nem foglalkoztunk, nem volt olyan projektünk, ahol kellett volna. Hogy ezt akartam föltenni úgyért. Egyébként a mesterséges intelligenciához még talán annyit, hogy amit én észreveszek, bár én nem nagyon dolgozom vele, meg nem nagyon ismerem, de rengeteg provider, például mondjuk egy Google, vagy egy csomó cég ad most már olyan beköthető komponást, ami mesterséges intelligenciát használ, például képfeldolgozásra, szövegértelmezésre, stb. És ezek elég elérhetőek, tehát nagyon-nagyon gyorsan lehet ezeket integrálni, és nem is drágák, vagy ingyenesek. Nekem csak egy olyan kérdésem van, hogy említetted ezeket a proof of concept-eket, MVP-ket, hogy azoknál is főleg, mivel a frontend-et csináltak, gondolkodtatok-e azon, hogy például ott lehet, hogy nem Angular, hanem például a Vue-t vagy valamit, amit így eredetileg még pont arra találtak ki, hogy gyorsan összedobni vele valamit relatíve minőségi kóddal? Vue-ban is volt már egy projektünk, annyira nem volt meggyőző a mögötte lévő komponens bázis, nem volt annyira stabil, mint mondjuk már egy Angular. Egy éve, másfél éve volt azt hiszem egy jó. Azóta már lehet, hogy ez sokat fejlődött, meg valószínűleg sokat fejlődött, de hogyha mondjuk olyan mini frontendet kell írni, ami minél kevesebb kilobájtba elférjen, akkor inkább Reactra váltunk, mint Angularra, illetve hogyha valami olyan projektet fejlesztünk, ahol szükséges a SEO, tehát muszáj szerver oldalon kirendelni egy weblapot, akkor előbb a Reacthoz nyúlunk, mint az Angularhoz. De Angularban nincs? Nincsen olyan kész megoldás, ami gyors is, és kezeli a SEO-t jól. De nyilván meg lehet csinálni, csak fájdalom. Köszönöm.
Hát még ha esetleg van kérdésetek, akkor azt tegyétek fel, hát ha hallottunk már róla. Akkor nagyon köszönjük a kiváló kérdéseiteket, nektek köszönjük az előadást, és még itt leszünk egy kicsit, úgyhogy ha van kérdeket, akkor gyertek nyugodtan.